Ki fog jönni oda? Ó, 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 ó! Ez mi? Csak próbálok elfutni a doboz mellett, de úgy látszik, hogy egy másik dimenzióba akar gólam érkezni. Nem gáz. No para. Dimenziót készült ugrani. Igen, igen. Sziasztok, kedves emberek! Én Bálna vagyok, és üdvözöllek benneteket egy újabb fantasztikus videóban. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez a videó tényleg fantasztikus lesz, ugyanis most egy még gyérebb játékot próbáltam ki, mint amit eddig megszokattatok. Ez nem más, mint a The Lord of the Rings Gollum, amit streamben néztünk meg hétfő reggel. Továbbra is természetesen várunk titeket is nagy szeretettel, hogyha szeretnétek részt venni ezekben a streamekben, minden linket megtaláltok a leírásban. Nos, én ezt a kódot ajándékba kaptam, amiben fogom is említeni egyébként a videónak a további részében, szóval ezúttal is köszönöm szépen ezt a kódot. Azt az élményt viszont nem igazán tudom megköszönni, amit ez a játék adott, ugyanis a nagyjából 2 órás játékidőm alatt addig jutottam el, hogy utána megnyomtam az uninstallt vagy a delete-et a PlayStation-ömön, és nem akarom soha többet látni ezt a játékot. Nem volt túl jó élmény, de mindjárt is fogjátok látni, hogy hogy is történt ez az egész. Ehhez nektek sok erőt kívánok. Ja, és persze jó szórakozást. Én nem vettem, hanem kaptam egy kulcsot. Ráadásul én a Precious Edition kaptam a drága szák. Maszkasz ki, bevágyok a drága szákot, élvezzétek. Úgyhogy mi szétpróbáljuk szedni itt 2-3 órában. Maszkasz ki, renterek. Rendelgettek itt ki, bevágyok. Megbátlak titeket. Meghajtok minden. Nem mostanában vettem elő ilyen Gollum impressziót, még szerintem 10 évvel ezelőtt nyomtuk. Suliban. Ja, 10 évvel ezelőtt gimiben. Nézzük akkor, milyen lett a Gollum. Na szóval nézzük akkor a főképernyőt. A víz az elfogadható. Maga Gollum pedig hát nem úgy néz ki, mint az intrókban volt. Vagy a bocsánat, a teaserekben. A menü nagyon minimalista. Mondhatnám azt, hogy épp hogy van, épp hogy létezik. Itt ugye ez PlayStation, szóval vagy performance, vagy quality vagy ray tracing. Na hát akkor nézzük meg ray tracing-en milyen. Nagyon ronda szegény. Szerintem még az is jobb lett volna, hogy egy az egybe a filmbe emelik át, nem? Részt vettem, hogy ezzel kell játszani. Hát gondoltam, kipróbálom, miért ne. Oké, átvettük az irányítást. Olyan fura ez a kamera mozgatás, így elakad. Nézd meg. Nem tudom, miért ilyen rohadt sötét minden, de nézzük a vizet. Hát azért az nem gyenge, az a fényjáték. Minden tökéletesen be tudunk nézni a textúra alá. Wow. Micsoda gameplay ez. Nézzük, tudunk ugrani. Kocka nem csinál semmit, kör nem csinál semmit, háromszög nem csinál semmit. Mitől van ilyen horror gépigénye a játéknak? Hát én konkrétan látom, hogy van összerakva az a kő. Na mindegy. A mozgás animáció... Szerintem rendben van. Nagyon furán néz ki. Azért jó nagyot tud ugrani, nem? Azért ekkorát ki a fene tud ugrani? Mi ez a hülye gyerek frizura nála? Hát én arra próbálok gondolni, hogy ez akkor volt, amikor még a hát a zsákos Bilbo a való tusakodás után történt. Ez a K-pop korszaka volt? Far jump! Nice! Van stamina bár! Az aztán indokolt. Viszont double jump nincs, szóval... Na ez miért jó nekem? Tell me someone, ezt annyira... Ezeket, ha egyszer elhagyhatnánk a játékot, nézzétek meg, Genshin, Zelda, bármilyen, nem tudom miért. Csomó triplá open world játék, ott van a Horizon, ott van a God of War, mindenki őket másra, és ott vannak ezek a csíkok, hogy lásd, hogy hova kell ugrani. Még mindig ez kell? Hát nyilván a valóságban nem lenne ott egy ilyen csík, hogy itt kell átmászni. Például a Kenával játszok most, már nem sokára végzek vele, és abban is ilyen. És mindig keresgélem a csíkokat, hogy hova kell ugrani. Valaki írta, hogy szaramászás animáció? Nem tudom, mi baj van vele. Nekem nem tűnik gagyinak. Mitől lett szürke a fejünk? Mitől lettünk koszosak? Ja, ez nem kosz, ez árnyék. Nem fura, csak szar. Hát, majd... Tehát én azt gondolom, hogy... Én láttam már ennél szebb pocsolyát játékban. Ti mit gondoltok? Az is zavar, így már... Tehát eljutottunk oda, hogy így néz ki egy pocsolya, de nem látod, hogy folyna tovább. Tehát, hogy így... megállt a pocsolya, értitek? Pedig nincs is itt gödör, mint hogy egy textúra lenne. Tehát, ha így mutatom neked, akkor még csúnya is, mert látszanak alatta a kövek, vagy nem tudom mi. Valamiben ennek a játéknak is jónak kell lennie, úgyhogy remélem, akkor a gameplay fog bizonyítani. 36-os metascore? 1,3-as user score? Nem lehet ennyire rossz ez a játék. Nem lehet ennyire rossz ez a játék? Szerintem is gagyi a szinkronja.
Nincs benne az a tűz, az a resp, vagy valami. Nem eléggé gollamos. Ha leveszem így, ez a quality. Azért Ray Tracing-el sokkal élethűbb, de mégsem annyira élethű, mint amennyire én... amire én számítottam, vagy amit én vártam. De indie játék, bazzeg, de akkor miért kerül 50 euróba? Bro, ki kell fizetni a sok jogdíjat? Nagyon-nagyon jó játéknak kell lennie ahhoz, hogy alapból elvigye azt, hogy Gollammal kell jár. Tehát, hogy Gollammal kell menned, ő a főszereplő, a karaktered. Miért van fény az alagútban? De amúgy tényleg van ott egy spot, amit bevilágítottak a semmiből. Fel tud sprintelni a falon. Érdekes. Keresem az 50 eurónyi kontentet a játékban, még el se kezdtük valójában. Én csak megyek a kijelölt útvonalon, ebben a nem lineáris videójátékban. A mászás mechanika a Jedi Survivor is benne van, tudom. Szinte minden AAA játék használja. Jó, eddig csak mászás volt, meg... Gollum! Gollum! Nézzük az orkok, hogy néznek ki. Feltételeztem, hogy a játéknak jelentős része stealthről fog szólni, ami nem egy annyira örvendetes dolog az én számomra. Itt van izé. Lecsó. Jaj, ezt nem kellett volna, hogy észrevegyenek? Ennyi? Ez jó gagyi volt. Én nem éreztem ezt jónak. Igen, játék. Most mit csináljak? Nem tudok követ dobni, meg semmit. Futni? Futni lehet. Aha, futni kell. Ezek orkok? Nem néznek ki orknak. Nagyon gyenge a szinkron. Nekem nem jön át. Csak Gollumra kapták meg a licencet. Belőle mindent kihoztak, igaz? Gollumból mindent kihoztak, amit csak lehetett. Jól néz ki, igen. Jó ránézni. Tudjátok, mi lett volna még erős, hogyha ez a játék FPS lenne? Na, az még nagyon erős lett volna. Mindegy, menjen a kúszás. Sneak up and hold háromszög for ambush. Mi volt ez? Mi volt ez? Ja, hogy nyomva kellett volna tartani? És ez mi? Mi történik? Nem tudok oda nézni. Megfulladt ettől? Keresek egy követ. Aha. Milyen praktikus, itt pont van egy kő. Aha. Miért lesz az jó, hogy én megdobom egy kővel? Meghal? Játék? Fejbe dobtam. Mi? Ja, lámpát. Ezt itt? Sisakot hord, igen. Akkor nem hallja, hogy fejbe dobják, tényleg. Ó, megette az izé. Csúnya nagy pauk. Az Shelob volt vajon? Szerintem azt akarták mutatni, hogy ez még a fiatal Gollum, ugye? Tehát időben. Ott vagyunk, amikor még Gandalf is fiatal volt. Kill, be and hide, beetle and hide, vagy keep watching. Ó, van egy ilyen decision making a játék. Azt figyeld. Hát legyünk Gollumok, legyünk gonoszak, nézzük milyen. Aztán, micsoda minigame. Tetszik ez a mechanika, hogy a két, ugye, tudathasadása van, és meg kell győzni az egyikénnel a másikat, és te döntöd el, hogy melyikkel. Ez tök jó ötlet. Még adjunk neki esélyt. Most játszom 40 perce vele. You have been injured, watch for food items to regain your health. Tehát amikor lemegy az életerőnk, akkor... Milyen praktikus, nem, hogy van itt egy gomba. Egy dedikált gomb van a kajelvésre, ami a kocka. Ezt most megtudtam én. Na, átváltott Chasing Simulatorban játék. Jííííí, bro. Erre nem jó ötlet menni. Staminánk 3 másodpercig tart kávé. El kellett, hogy kapjanak. Scriptelt volt. Azt hittem, hogy lesz valami menekülő szekvencia, de nem volt semmi. Elkaptak. Gyor a gyűrű? Nem tudom. Az eléggé hülyén nézett ki az a karakter. Valami infót ki akarnak szedni belőle. Kedik a gyűrűt és a lidércek érzik, hogy hatott rá az ereje, de szó. Igen, mert ugye eredetileg ő találta meg. Tehát nála nagyon sokáig volt a gyűrű. Ja igen, őt ugye egyedül Bilbónál van a gyűrű, mert ő látta tőle. Mondjuk nem biztos, hogy tudja, hogy Bilbo volt. Úgy néz ki, mint valami Oblivion-ban generált random ilyen Half-Orc karakter. Nagyon ráf. Miért pont Gollummal csinál valaki játékot? Én ezt próbálom megérteni. Szélálkodva. Oh,
kicsit parózik egy. Hogy néz ki ez az ork? De ők nem látták a filmeket? Vagy mi a fasz? Úgy sétál, mintha egyenesen sétál. Na mindegy, nem kell mindenbe most már belekötni. De, bele kell. You are going to die down here, my friend. Don't worry. They will eat your skin. Get his attention and run. Hello? Run to the bank. Most kéne rácsukni az ajtót? Mi van? Most jött kettő? Ezek azok a lények, amiken az orkok lovagolnak? Mi is a neve? Vorg vagy varg? Cage the Borox? Ennek Borok a neve. Ez nem az, ez nem varg. Ezek csak ebben a játékban vannak. Lol. Csak a játék kedvéért vannak borokok. Szuper. He is a Russian accent. I am the beast master here. Én nem értem, hogy mi történik itt amúgy. Én most mi vagyok? Mit csinálok? Most mi volt ez a izé? Ez a borokos rész? Miért kettőket bezárnom? Tényleg nem tudom követni valamiért. Tudja, kér vagyok. Oké, okay. Neki kell reportolni? Please, Sneaku doesn't know. Doesn't know the words, does he? Mit csinálok én már megint? Miért gyűjtögetek izéket, dögcidulákat? Vagy térkép? Collect 8 tags from dead slave. Halott szléveket kell találni. Hát ti meg? Hogy vagytok? Ez két férfi? Ennek nincs melle, meg olyan furán is tartja a fejét. A zenét se értem. Olyan zene van, mint hogyha ilyen üldöznének minket. Jó, mindegy. Nem értem. Ez nagyon fáj! Levegőt vési konkrétan, jó? Mindegy. Most már mindenbe belekötünk, én érzem én. Hát eddig ez a játékmenet, ez elképesztően unalmas és érdektelen. Keresgél 8 dolgot, és egyél közbe. Hey! What kind of freak is that? Meghaltam én. Welcome to Mordor. Halló, ez most itt jó? Nem. Yeah, már csak 4 teget kell összegyűjteni. Mi ez a... Ez a chase sequence zene. Megőrít. Mennek a trombita szólamok, meg minden. Fújnak rám. Valaki vési a fejem, mama! Nagyon jó lett az animációja a vésésnek. Igen. A körgomb az konkrétan itt most nem működik. Tehát nem tudok lógni erről a szikláról. Most mibe kapaszkodsz, Gollum? Mit fogdosol te? Most meg a lába lóg le. Te fizetél ezért a játékot, vagy neked fizettek, hogy játsz vele? Egyik sem. Most a levegőben támaszkodsz? Igen. Feszegetem a határaimat, jó? Az a tűz, az a flame animáció, az úgy néz ki, mintha ilyen 2000 körüli játékból lenne. A stamina rendszer se értem, hogy működik, mert most simán felugrálok. Nem fogy a staminám. Ezek az orkok is mit művelnek itt? Ennek nincs szemgolyója? Ennek az orknak nincs szemgolyója. De miért nincsen? Wow, mi ez a létramászás? Hello! Lefelé nem, de felfelé, ezt figyeld. Jó, nem, most már nem azt csinálja. Hopp, ez most mi? Hol vagyunk? Beleugrattunk a sziklába arccal. Ideig miket érzebálni? Mi nem volt a játék indulása? Kegyetlen, rossz. Van két problémája a játéknak szerintem alapvetően. Két fő problémája. Az egyik, hogy kurva unalmas. Tehát nem tudom, mit kéne ezen nekem élvezni. A másik pedig az, hogy a grafika nagyon sok helyen, nem is tudom, grafika, inkább megjelenítés. Nem megmagyarázható dolgok vannak. Kispórol dolgok vannak. Most például az a feladatom, hogy találjak meg 8 dögcédulát. Ez a térkép is, nézzük, ott van a fejem rajta. Megrajzolva rendesen a játékban. És ez a térkép, ez meg ilyen kézzel rajzolt ilyen irkafirka. Most megint glitchel a mászás közben szegény Gollum. A kamera ugrál, vagy mi a fasz? Itt van a szem nélküli? Ott van a szeme, csak nagyon bent van. Az agyában. Ezek béta? Nem, nehogy béta. Most jött ki a játék. Hoi. Ez triplá? Nem. Azért nem hiszem, hogy bárki azt mondaná, hogy ez egy triplá játék. Mondom, én tökre felül tudnék kerekedni azon, hogy ez a játék mondjuk nekem nem tetszik stílusra. Tehát, hogy nekem az én fejemben egy ork nem így néz ki. Tehát ez nem tudom mi. De mindegy, ő elvileg itt egy ork. Nem tripla, de árban ott van. Hát közelíti, igen. Az 50 euró az eléggé közelíti. Júj! Meghaltam. Kíváncsi, hogy hányat tudnak eladni ebből, milyen eladásszám ez. Mert tényleg itt elképesztően alacsony metakritiket írtak. IGN azt írta, hogy szeretett volna írni kritikát róla, de nem tudott, mert PS5-en percenként keresed. Hát, lehet, hogy azt már kipecselték, mert én nekem még idáig tök jó fut a játék. A
Oké, megint meghalom. Szerintem még két órán keresztül ezt fogom csinálni, keresgélem a szutykos szarokat. Bocs, hogy összetapizlak téged, te halott lény. A csuklom. Hogy eltűnt? Hopp! Dehogy nem. Majj, azt hittem, oda lehet ugrani. Istenem. Én a helyedben belevetném magam a lávába, és mennék Zeldázni. Az is elkövetkezik. Szerintem este lesz a Zelda stream. És megvan! Nem igazán látni az 50 eurót ebben eddig. De hogy ez a játék... Nézzek! Egy másodperc alatt, nézzek a staminámat! Ennyi idő alatt eltűnik. Ennyi idő alatt. Szörnyű ez, bazdmeg. Miért játszanék én ezzel egy percet is? Legalább haladna valamire a játék, de nem. Ugrálni kell keresgélni, meg alukálni a nap végén. Hát látod. Meg van egy tök jó ilyen stamina csík, ami egyből eltűnik. Megyünk megint dolgozni. Jó van. Nem értem a koncepció sem. Miért akarna bárki gólammal játszani? Itt valaki az előbb írta, hogy amúgy nem is rossz a koncepció, csak nem hoztak ki belőle semmi jót. Ez mondjuk jól nézett ki, hogy így lejött egy kis kő leperget, de eltűnt a levegő. Nézzétek meg. Eltűnik. Miért nem maradott? Tök jó lenne, hogyha fizikája lenne. Tökre tetszene egy ilyen részlet. Úristen, tényleg ennyi az a játék? Hogy ilyen jobokat kell csinálni gollammal? Biztos, hogy nem. Biztos egy idő után kiszabadulsz. PC gurunak teszteltem, pénzt nem adtam volna érte. Ah, I see. Tényleg? Mennyire jó a game? Figyelj, nem értjük, hogy miért így néz ki, meg nagyon sok furcsaság van benne, de összetért szóval, ami a legfurább, az a játékmenet. Nincs értelme szerintem ennek a játéknak. Miért kell ennek léteznie? Nincs semmi jó abban, amit csinál. Semmi satisfying, semmi érdekes. Yes, I want to know a secret, Vladimir. You need to learn, brother. First drink your vodka, and then you can actually go faster. Igen, kemény 55%-ot kapott tőlem, és csak a végén húzta fel valamennyire. Tehát azt csak arra a kérdésre válaszol, nyilván nem szeretném, hogy bárkinek itt spoilerezd a dolgot, bár na mindegy, nyilván nem fogom én ezt végigjátszani, szerintem annyira nem fogja fenntartani a figyelmemet. De hogy megéri a sztori miatt valamennyire végigjátszani? Mockosz kis fejlesztők elvették tőlünk a drágaszágot. A játékért. Jevánjetik! FPS nézetből tökre szép gólam. Igen, úgy nagyon szép. Sajnos nagyrészt tényleg ennyi a cucc, egy érdekesebb helyszín lesz meg, de a sztori miatt biztos nem éri meg végig szenvedni. Úristen. Ez lesz végig? Hát ez nem túl érdekes. Emlékszik valaki a Styx Master of Shadows nevű játékra? Amiben egy goblinnal kellett lopakodni? És volt benne ilyen minimális kombat. Ott tök jó puzzle-ök voltak. Én azt a játékot nagyon szerettem. És szerintem kurva szép is volt. Aki kitalálta ezt a játékmenetet ez a játékhoz, hogy annyi legyen a sztori, hogy nem fizikai alapú, nem puzzle alapú questeket tegyen be a játék első két órájába, hogy tényleg nem tudom, nem sok sütnivalója van. Na, open. Hogyan open-elte? Bazdmeg, mi a képzeletével open-elte? Mi a fasz? Nem tudom követni a játékot. Bár eltűnnek az orkok szemei, nincsenek árnyék a kocsmány textúra, nincs tükörképed, és komolyan azzal van, hogy az elméjével nyitottak ki a kaput? Hát egy kicsit. Várj, itt is van. Ez kicsit későn vettem észre. Most sokkal tovább tart a staminám, nézd meg. Most sokkal tovább tart a staminám, mint a, nem tudom, sima részeknél. Minden, ezek a kurva csíkok. Annyira nem szeretem, amikor egy játékban ilyen csíkok vannak, hogy tud, hogy hova kell ugrani. Nagyon nem jó játék ez. Tehát annyira unalmas, amit csinálni kell, annyira döbbenetesen értelmetlen. Magával beszélget gollam, az rendben van. De ennyi az izgalmas benne, vagy nem tudom ez kinek az. Így még egy darab puzzle se volt a játékban. Mint egy régi játékban. Mint egy nagyon régi, de most például most mi van? Ja, én itt vagyok, élek. A Prince of Persia-ban volt ilyen. Prince of Persia-ban? Hát lehet, hogy ott is volt hasonló. Na ez már valami, ez már valamit meg gondolkoznom kéne. Oda kéne átjutni, de hát hogy? Lopakodja. Ti csak meglát. Hát de, és? Hát nem tudod ide bejönni, szóval. Lehet meg is kellett, hogy lásson. Elszompolygok mögötte. Te kis geci! Megeszem a seggedet! Nem lehet mellett elugrani? Na figyelj, nézzük! Akció! Akciójáték, nem lopakodás. Tü-tü-tü. Hoppá, nem tudtam elugrani mellette. Már kezdtem aggódni, hogy beindul a játék, de szerencsére nem. Nyugi. Hó! Rájöttünk az egyetlen gyenge pontjára. Nem lát a sötétben. Én viszont, mint egy
kaméleon beleolvadok a környezetbe. Hopp, itt vagyok, nem vagyok itt. Mi? Semmi. Itt vannak kövek. Kit kell megdobni? Hát, ha ide jön, mi? Már hallja. Hát nem történt semmi. Nem tudom, mit csináljak itt. Miért jöttem én ide? Az akadások a hangban, de kurva jók. Jó, oké, elkapott. Ki fog jönni oda? Ó, oh, oh. Ez mi? Csak próbálok elfutni a doboz mellett, de úgy látszik, hogy egy másik dimenzióba akar gólam érkezni. Nem gáz. No para. Dimenziót készült ugrani. Igen, igen. Lehet, hogy van valami, csak nem látom. Na hát így azért már... így azért már lehet látni. Na így kell ezt a játékot játszani, nem? Ez ám a Ray Tracing. Miért készült el ez a game? Miért gondolták, hogy kell nekünk ez a game? Ki szerint? Nem tudom. Furi. Ja, furi. Igen, ebben a játékban nem lesz sok boss fight. Az garantálható. Nem rossz game, csak nem jó, Cimbi. Akkor ez melyik inkább szerinted? A jó vagy rossz? Na jó. Azoknak van íjjuk. Hú, de sokan vagytok. Meghaltam. Inkább rossz, de nem mondanám azt, hogy fostenger. Nem tudom, csak ez indokolatlan. Két óra semmire sem futott ki a játék. Hát furi. Semmi. Hát aki itt volt és PC gurunak tesztelt, azt mondta, hogy kb. Ez ilyen az egész játék. Ez durva volt. Két órát játszottam a gollammal, és soha többet nem akarok vele játszani. Ezt nagyon megtudtuk. Igazából szerintem az elmúlt két órában elég sokat beszéltem arról, hogy mi az, ami nem tetszik benne. Mi az, ami tetszik benne? Az ambíció, hogy elkezdtek foglalkozni ezzel a karakterrel, nem tudom. Összintén szólva, a játék, amit összeraktak rá, se a sztoriban, se itt a küldetésekben abszolút nem keltette fel az én érdeklődésemet. Csúnya, nem érdekes, nem jó pofa, nem innovatív. Összintén szólva csak a pénzedet kérik, és ők már boldogok. Az is szomorú egyébként, hogy miután úgymond bocsánatot kért a kiadó, nem adják a játékot 5 euróért, de szerintem tényleg ez az a kategória, hogy ingyen sem tudod, tehát minek játszol vele, nyilván ott lesz majd valamelyik Game Pass, vagy PS Plus, vagy ilyesmi. Vagy teljesen leárazzák, és akkor megveszed egy dollárért, de akkor se fogsz vele játszani, csak meg lesz. Ez az a játék, amit csak így megvan, és így elfeledkezel róla, mert nem volt benne semmi olyan emlékezetes, amiben meríthettél volna. Nem tudom, hogy hogyan tudták volna jobbá tenni. Az biztos, hogyha puzzle-ök érdekesek lettek volna. Az első két órában is azért szerintem vállalható, vagy várható dolog az. Például a Joe Wanderbe is ott második órában már nehéz puzzle-ök voltak. Az elején még könnyű volt. De minden van benne, amivel el lehet rontani egy játékot. Most megyek valami régi gémmel nyomni telefonon, az is szórakoztató. Ennél még a Kaku is jobb volt. Kaku az darálta ezt képest szerintem. Azt lehetett élvezni, csak ott is voltak hülyeségek, meg furcsaságok. Úgyhogy, hát én elköszönök, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és ne felejtek a legfontosabb dolgot, vigyétek a ceteket.